Ez vagy te, 6 évesen. Ez meg a tesód, 8 évesen. Egy batár nagy konyhakéssel. Ez meg a szülinapi tortátok, amit a tesód fog felszeletelni és szétosztani. Ismered tesódat, vagy igazságos kedvébe van, és egyenlően szét fogja osztani a szeleteket, vagy épp gonosz kedvébe van, és mindent magának kiszed. Ahogy pakolja a szeleteket a saját tányérára, te csak várod és várod, hogy a torta feléig eljusson, hogy meglásd, hogy milyen kedvébe van. Ha a fél plusz egyedik szeletet magának teszi, akkor tudod, hogy magának fog mindent szedni, és mehetsz hisztizni anyának. Ha viszont a fél plusz egyedik szelet hozzád jut, akkor tudod, hogy épp igazságos jó kedvébe van, és minden rendben. Kell-e készülnöd a hisztire, vagy csak nyugodtan várhatod a torta szeleteidet? Ebben a problémában segít a mai kvantum algoritmusunk. Üdv a kvantum cirkálón! Ugye ha nincsen kvantum számítógéped, akkor meg kell várnod, hogy minden egyes szeletre a tesód eldöntse, hogy erre a tányérra vagy arra a tányérra teszi. Ez elég hasonló ahhoz, hogy van egy függvényed, és ki kell próbálnod. Minden értékre, minden szeletre meg kell kérdezned, hogy most mi a válasz, ez vagy az. Ha tesód igazságos, akkor ez a függvény kiegyensúlyozott, ha tesód meg épp gonosz kedvébe van, akkor ő lényegében egy konstans függvény, mert akármilyen szeletre is rákérdezel, mindig ugyanaz lesz a válasz, hogy az ő tányérja. A probléma formálisan az, hogy adott egy függvény, ami vagy kiegyensúlyozott, vagy konstans, és el kell döntened, hogy melyik az. Legrosszabb esetben tényleg a szeletek felére rá kell kérdezni, hogy az melyik tányérra kerül. Viszont ha lenne egy kvantumtesód és egy kvantumszámítógéped, akkor elég lenne egy darab kérdést feltenned. És ezzel jelentősen felgyorsítanád a probléma megoldását, főként egy nagy torta esetén. A kvantumáramkör kb. Így néz ki, ez egy kétszeletű tortára lett kialakítva, később meg is nézzük a részleteit. A kvantum megoldás kihasználja a kvantum párhuzamosságot, azt, hogy a tesódtól meg tudod kérdezni az összes szeletet egyszerre. Viszont a kvantum mérések jellege miatt nem olyan egyszerű ám, hogy csak így megkérdezed egyszerre az összes szeletet, és megkapod a választ mindegyik szeletre, hogy melyik tányérra kerül. Ugyanis ha megméred a válaszokat, csak úgy, egyszerre csak egy választ fogsz kapni. Ez abszolút hasonló ahhoz a kvantum összeomlás jelenséghez, ami a Schrödinger macskájánál is van. A macska ugyan egyszerre élő és halott állapotban van, de ha kinyitod a dobozt, akkor csak egyiket tudod megfigyelni egyszerre. A mérés előtt létezik az összes lehetséges válasz szuperpozíciója. Szóval nem lesz elég csak párhuzamosan megkérdeznünk az összes tortaszeletről, hogy melyik tányérra kerül, hanem a kvantum interferenciát kihasználva ki fogjuk nyerni az egy lényeges információ darabot, ami érdekel minket, hogy igazságos kedvébe van-e a tesónk, vagy gonosz kedvébe. Azaz, jut-e nekünk torta, vagy sem. Ezt a problémát először 1985-ben David Deutsch vetette fel. És rögtön adott is egy megoldást két darab torta szeletre. Megmutatta, hogy egy kvantum algoritmussal gyorsabban tudod megoldani. Richard Józsával meg ketten együtt megoldották akárhány szeletre, és megmutatták, hogy bazira gyorsabb, mint klasszikus algoritmusokkal. Józsa egyébként nem magyar, de magyar felmenőkkel rendelkező úr, akivel volt is szerencsém találkozni 2 éve egy konferencián, és szereztem is egy lesi fotót, ahogy épp a diákokkal focit néz. De sajnos ez a kvantum algoritmus hiába szuper-szuper gyors. Miért? Egy, mert maga a probléma nem túl reális. Alapból nem fordul elő sokszor ez a probléma, de ha elő is fordul, akkor se akarjuk 100%-ig biztosan tudni, hogy kiegyensúlyozott vagy konstans az a függvény, elég csak nagyon nagy valószínűséggel. Ha a 16 szeletes tortából már 6 szeletet magának szedett és 0-át neked, akkor már eléggé gyanús, hogy nem fogsz kapni tortát. Szóval nagyon gyorsan megkapod a választ a kérdésedre, csak nem 100%-ig bizonyossággal, ahhoz tényleg meg kéne várni a torták felé. Másodszor is kell egy kvantum tesó, akit ki tudsz értékelni egy kvantum számítógéppel. És nehéz elképzelni olyan helyzetet, ahol nehéz kiértékelned sokszor a testvéredet, hogy melyik torta hova kerül, viszont könnyű egy kvantum verziót létrehozni belőle. Úgyhogy a gyakorlatban nem túl hasznos ez az algoritmus, mégis a haszontalan algoritmusoknak ez a királya, ugyanis ez volt az első algoritmus, ami megmutatta, hogy lehet dolgokat gyorsan elvégezni kvantum számítógéppel, mint anélkül. És ezzel egy lavinányi kvantum kutatást indított el. Oops. Amiben találtak újabb, tényleg hasznos kvantum algoritmusokat. És meg fogjuk nézni, hogy 2 darab tortaszeletre hogy néz ki az algoritmus, és az lesz a cél, hogy ahelyett, hogy 2-szer kell megkérdeznünk testvérünket, ez a szelet kié, és ez a szelet kié, elég lesz 1-szer
egy kvantum szuperpozícióba megkérdeznünk. Tehát hogy is néz ez ki? Ugye a kvantum számítások alapegysége a kvantum bit, a qubit, ami nem csak nulla lehet vagy egy, hanem a kettő között is lehet egy szuperpozícióban. Így lehet például 0 plusz 1. De ami nagyon fontos lesz ma nekünk, hogy van egy fázis is a kvantum bitben, ez nem csak 0 plusz 1 lehet, hanem például 0 mínusz 1 is, azaz ellenfázisban létezhet egyszerre a 0 és az 1 állapot. Ezt általában egy gömbhéjon ábrázoljuk, ahol az északi sarok egy 0 állapot, a déli sarok meg az 1 állapot, és a kubit a kettő között lehet egy egész gömbhéjon bárhol, amit egy komplex szám jellemez. De nekünk két pont lesz ebből fontos, a 0 plusz 1, ami az egyenlítőn van, és a 0 mínusz 1, ami az egyenlítőn van szintén, csak a túloldal. És a 0 mínusz 1, ez nem azt jelenti, hogy van a 0 állapot, és nagyon nincs az 1 állapot. Nem, azt jelenti, hogy van a 0, és van az 1, és ezek egyszerre léteznek, csak ellentétes fázisban éppen. A 0 plusz 1-ben meg azonos fázisban. És ez a fázis információ nagyon fontos lesz nekünk, mert ezzel tudunk majd kvantum interferenciát csinálni, amivel ki tudjuk nyerni a hasznos információt. Ezeken a kvantum biteken kapukkal tudunk műveleteket végrehajtani, és már meg is ismertünk egy csomó ilyet, például találkoztunk már az Adamard kapuval, ami egy 1 kubites kapu, a nullából 0 plusz 1-et csinál, az 1-ből meg 0 mínusz 1-et, azaz ez segít nekünk szuperpozíciót létrehozni. És vice versa is, a 0 plusz 1-ből 0-át csinál, a 0 mínusz 1-ből meg 1-et. A korábbi videónkban találkoztunk már két kubitos kapukkal, és például a vezérelt nemmel, itt a kubitok bal oldalt bemennek, jobb oldalt kijönnek. Ha x az első kubit állapota és y a másodiké, akkor egy x, x plusz y-t hoz létre. Ahol ez a plusz, ez egy sima bitek közti plusz, csak ha 1 plusz 1 van, akkor az 2 helyett visszaugrik a nullába. Ez a kapu igazából az első kubit függvényébe, vagy megforgatja a második kubitot, vagy végén hagyja. Ha az első kubit nulla állapotban van, akkor a második kubit ugyanúgy marad. Viszont ha az első kubit az egy állapotban van, akkor a második kubitot megforgatja. Azaz például egy nullából egy egy lesz, egy egyből meg egy nulla. Na most ennél nem sokkal bonyolultabb a kvantumos tortavágó függvény, ami az xy-ból nem x, x plusz y-t csinál, hanem x, fx plusz y-t. És ez a függvény lesz a tesód, aki megmondja, hogy melyik szelet melyik tányérre megy. A függvény bemenete, az a torta szelet azonosító lesz, a nulladik szelet vagy az első szelet, a kimenete meg megmondja, hogy melyik tányérra kerül a torta. Például ha az f nulla nullát ad, akkor a nulladik tányérra kerül, ha az f nulla egyet ad, akkor az első tányérra kerül. Nézzük tehát a kvantumos tortavágó függvényt, mivel ez egész hasonló a vezérelt nemhez, ezért ugyanúgy rajzoljuk le, csak egy ilyen f betűt teszünk ide a plusz helyett. Ha például az x egyenlő nulla, ha az y is nulla, akkor nem kerül semmi más a második kubitra, mint csak az f nulla, viszont ha az y egy, akkor az f nulla plusz egy kerül oda. Ha plusz egyet rakunk, ez lényegében egy bit flippel egyezik meg, azaz itt az f0 negátja jelenik meg. Ha viszont az x az 1 állapotban volt, akkor az f1 kerül oda, illetve az f1 negált, hogyha az y az az 1-be volt. Már most láthatod, hogy hogyan jön be a kvantum párhuzamosság, ugyanis ha ezt a függvényt egy szuperpozícióra értékelnénk ki, akkor megjelenne az összes lehetséges válasz is. Az első kubiton egy 0 plusz 1-et hozunk létre, a másodikon meg egy 0 mínusz 1-et. Ha kibontjuk ezt a zárójelet, lesz egy 0 nullánk, mínusz 0 1, plusz 1 nulla, mínusz 1 1. Rövidített írásba, ahol az első kubit az mindig az első helyen van, a második kubit meg mindig a másodikon. És most használjuk a tortaszelet elő kvantumfüggvényünket. Ez a 0 nullából 0 f nullát csinál, a 0 1-ből 0 f 0 negáltat, az 1 nullából meg 1 f 1-et, az 1 1-ből 1 f 1 negáltat. Tegyük fel most, hogy a testvéred igazságtalan. Ez az a nulladik szelet az ő tányérára kerül, és az első szelet is. A tiéd meg üresen marad. Ez azt jelenti, hogy f nulladik szelet ugyanaz a tányér, mint az f első szelet. Ebben az esetben a negáltakra is igaz, hogy egyenlők. Szóval át tudjuk írni ezt a függvényt, úgyhogy csak az f nullákat használjuk. Ugye itt csak az f 1-ből f 0 lett, f 1 negáltból f 0 negált. Mert gonosz a tesód. És akkor itt felismerjük, hogy az f0 két helyen is megjelenik, úgyhogy kihozzuk az f0-át, és előtte van egy 0 és egy 1. Viszont az f0 negált is két helyen jelenik meg, tehát ezt is kihozzuk, és előtte van egy mínusz 0 és egy mínusz 1. Úgyhogy nem is pluszt írjunk, hanem mínuszt, és 0 plusz 1. Tehát csak átírtuk ezt a függvényt úgy, hogy külön szedtük az első és a második kubitot erre a két esetre, amikor f0 meg f0 negált van. Viszont azt látjuk, hogy az első kubit az mindig ugyanabban az állapotban van, úgyhogy nem más állapotunk marad, mint hogy 0 plusz 1 az első kubiton, és egy f0-ánk van, mínusz az f0 negált. És nincs más hátra, mint előre, ezt egy Adamard kapuval a 0 plusz 1-ből visszaváltjuk a nullába. És ha ezt megmérjük, ez a mérés jele, akkor azt kapjuk eredményül, hogy nulla.
Most ugyanezt a gondolatmenetet végig tudjuk csinálni akkor is, hogyha testvéred épp igazságos. A nulladik szelet az egyik tányérra kerül, az első szelet meg a másikra. Ebben az esetben ezt rátok bízom, majd végigcsináljátok, ha akarjátok, ezt itt ne nézzétek. Azt fogjátok látni, hogy mindig egyes állapotban lesz az első kubit, azaz ha megmérjük, akkor mindig egyest kapunk eredménynek. És ezzel már készen is vagyunk, ugyanis ha testvéred gonosz volt, akkor az első kubiton mindig nullát fogsz mérni, ha meg igazságos, akkor meg mindig egyet. És a második kubit állapota nem is számít. Az első kubitba belekondenzáltuk az összes információt, ami kell nekünk. És így néz ki az áramköre annak, amit most csináltunk. A nullából a Hadamard hatására 0 plusz 1 lesz, az 1-ből 0 mínusz 1, az átfolyik a függvényünkön, és végül egy Hadamarddal visszaforgatjuk az első kubitot, és így megtudjuk, hogy igazságos vagy gonosz volt a testvérünk. És ezt később gyakran fogjuk látni, hogy néhány kubitot maximális szuperpozícióba teszünk, valami függvény átfuttatjuk, és aztán a végén újabb ilyen szuperpozíció műveletekkel, Hadamardokkal megpróbálunk kinyerni belőle hasznos információt. És innentől kezdve ezt az algoritmust elég egyszerű kibővítenünk n torta szeletre, csak több nullát kell beraknunk az elején, és mindegyiken Hadamardot csinálunk. Úgyhogy már láttuk, hogy ha valaki garantálja, hogy egy függvény vagy konstans, vagy kiegyensúlyozott, akkor egy kvantumi algoritmussal egy kiértékeléssel el tudod dönteni, hogy milyen az a függvény. Köszi, hogy velem tartottál, ha tetszett, kövess itt a YouTube-on, vagy Facebookon, és találkozunk nem sokára újra itt a Quantum Cirkálon.